Tegnap este 67 éves korában elhunyt Szőcs Géza, Kossuth díjas és József Attila díjas erdélyi magyar költő, politikus, a Magyar Pen Club elnöke. Mint arról a magyarországi sajtó beszámolt, Szőcs Géza korábban kórházba került, ahol az intenzív osztályon ápolták. 1953. augusztus 21-én született Marosvásárhelyen. A kolozsvári Bábesbolyai Tudományegyetemen végzett magyar-orosz szakon 1978-ban. A 80-as évek elején Erdélyben szamizdatlapot szerkesztett, ezért a Securitate többször is letartóztatta és bántalmazta. Emigrációba kényszerült, dolgozott újságíróként Genfben és a Szabad Európa Rádió budapesti irodájában, majd a Magyar Naplónál. A romániai rendszerváltás után 1990-ben visszatelepült Kolozsvárra. Itt politikai szerepet is vállalt újságírói és szerkesztői munkái mellett. 1990 és 1991 között a Romániai Magyar Demokrata Szövetség főtitkára, 1991 és 1993 között politikai alelnöke volt, 1990 és 1992 között szenátori mandátumot töltött be a román parlamentben. 1996 és 1998 között a Magyar Polgári Együttműködés Egyesületének elnökségi tagja lett. A 90-es évek közepe óta saját kiadóját, az Erdélyi Híradót vezette. 1996 és 2000 között a Duna TV-t felügyelő Hungária Televízió közalapítvány ellenőrző testületének tagja volt, később 2008-ban ugyanitt a kuratórium Fidesz által delegált elnökségi tagja lett. 2010-től 2012-ig a második Orbán kormány Nemzeti Erőforrás Minisztériumának kultúráért felelős államtitkára volt, majd 2012-től a miniszterelnök kulturális főtanácsadója lett. Dolgozott az Irodalmi Jelen főmunkatársaként, 2011-től volt a Magyar Pen Club elnöke. Szerkesztőségünk egy 5 évvel ezelőtt készült interjúval emlékezik Szőcs Gézára. Szőcs Géza újabb verseskötettel érkezett Kolozsvárra, és pedig a titokzatos Carbonaro hátrahagyott verseiből összeállított 6-106 című, az Irodalmi Jelenkiadó gondozásában megjelent kisverseket tartalmazó könyvet ajánlotta az olvasók figyelmébe. Carbonaro verseihez Jánosi Andrea készített illusztrációkat. Hogy kicsoda ez a költő, akinek már harmadik kötetét foghatja kézbe az olvasó, Szőcs Géza mondta el. Legtöbbeknek a spagetti út eszükbe, amely ugye a favágó spagettie. De mindannyian tudjuk, hogy itt olyan favágókról van szó, akik az olasz erdőkben a két favágás vagy két szénégetés között a szabadság és a szabadságharc apró lángocskáit is ápolgatták. Ez a név a 80-as években merült föl számomra először, mint akkori konspirációs körülményeink között lehetséges név, vagy fedőnév, de ezt végül is csak egy igen szűk kör ismerte. Aztán később ez elhalt, mikor már a fordulat után, meg még korábban mindenki a saját civil személy azonosságával jelent meg. A nyilvánosság előtt már nem volt szükség ilyen konspiratív nevekre, különben is csak játék volt. Ennek az egyik előképe, ennek a mondjuk úgy, hogy önbesorolásnak a favágók rendjébe vagy kasztjába, az megjelenik korai írásaimban, amelyek az Equinoxban jelentek meg, az Equinox magyar oldalain, és amelyeket közösen írtunk néhai szegény Darkó Pista színész és író barátommal. Ezek az írások Szénégető Henrik név
néven jelentek meg, tehát Szénégető Henrik írásai néven, és ez ugyanaz a képzett kör, mint amelyről beszéltem. Szóval évtizedekre nyúlik vissza. Minden egyes vers valamilyen konkrét létező helynévre épül. Ez a helynév lehet erdélyi, lehet anyaországi, lehet európai, lehet ázsiai, lehet valóságos, vagy lehet képzelt. De mindig kötődik egy valós helyszínhez. És ez a valós helyszín általában adja egy rímpárnak az egyik felét. Tehát a rím hívó szó az, hogy mit tudom én, Ázsia, vagy Kis-Ázsia, vagy Trója, vagy bármi egyéb. És akkor ennek a helynévnek a történelmi vonatkozásai ébrednek be? Igen, nagyon mondok egy példát, tehát megjelenik Klagenfurt városa egy adott pillanatban, és a Görgei Artúr alakja. Most ma már az is mind kevesebbek számára fontos, hogy élt valaha egy Görgei Artúr nevű tábornok, hogy az milyen szerepet játszott a magyar történelemben. Az meg végképp nagyon keveseket érdekel, hogy mi lett a szabadságharc bukása után Görgei Artúrral. Akik tudják, annak azok fölismerik ebben a versben, hogy van egy tényleges utalás arra, hogy Ausztria túlsó sarkában van egy kisváros, festői hely az Alpesek között, amelynek ennyi köze van Magyarországhoz, hogy ott élt fél évszázadon keresztül, vagy több mint fél évszázadon keresztül Görgei Artúr. De a versben ennél több utalás nincs, és egyikben sem azokra a helyszínekre. Tehát kiragad egy-egy motivumot, egy-egy összefüggést, többnyire magyar, de nem mindig összefüggést, és ennyi. János Jendre viszont nagyon gyakran megjeleníti ezeket a helyszíneket képileg is. Tehát megjelennek olyan hegycsúcsok, épületek, helyzetek, amelyek konkrét módon kötődnek ahhoz a városhoz vagy területhez. A 100 éves Winnetou, avagy indián temető a sötét sétatéren. Barátaim, ott, ahol a szamos, maros Oklahoma találkozik éjjelente, ott, ahol a három folyó összeér, s még sincs oda nagyon messze Kaposvár, ott lakom. Én ott lakom a szamosnál. Pálinkámat megkapom a csaposnál. Hideg szél fúj, jól esne a pálinka, Isten áldja érted, drága pálinka. Hely, a mai napon esküvőmet tartom, itt a fellegvár alatt a téli szamos parton. Menyegző a temetőben, szüli napomon, szamos part és rókakoma, Arizona, Oklahoma, tüzes víz és görög tűz, szülinapi roklakoma.